Szomorú őszi öreg gyereknek születtem, én nem tudtam úgy örülni, mint a többiek. Most kezdek lassan fiatalodni. Érzem az őszben a ficánkoló tavaszt, a napsugár utolsó fölényes magasságait, ahogy átugrálja az ősz buckáit. Mindenütt könyörgő füstoszlopok kapaszkodnak az ég felé, a tűz, a víz könyörög a hosszú napsugárért. Embertelen küzdelmet folytatok magammal, és sokszor sikertelenül. A depresszió, vagy vélt depresszió ellustított, teljesen elpuhított. Bűntudattal, lelkiismeret furdalással élek, és ez mindent lebénít. Ha olvasok, negyedét jegyzem meg. Nagyon mélyre süllyesztettem magam. Az én betegségem mindig a féle kegyelmi állapot. Olyan, mint egy hosszú utazás sok országban. Az utazás nagyon fontos, mert anélkül nincs módunk az összehasonlításra. Én higgadtabban tértem vissza a mindennapi életbe, mint ahogy eltűntem, mert azelőtt állandóan arra törekedtem, hogy megnyerjem a maratoni futás minden szakaszát. Ma már tudom, hogy ha nem is vagyok minden részben az első, a végén akkor is nyerhetek. Soha se nyertem. De amit magam megküzdöttem, meg is tartottam. Nem bántam meg semmit, igyekeztem szomorúságom fölött mindig egy darabka kékeget tartani. Megmaradtam embernek, szigetnek, csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak. Megmaradt szívem szeretete, gyűlöletem, és mindenfelett megmaradtam folytonkeresőnek, terepfelverőnek, lázadónak, életmentőnek, értelmezőnek, lassan bölcsülőnek, igazságkeresőnek, nevetőnek. Naponta húzom fel a múlt kutyából az emlékvödröket. Vödörnyi szépet, csigát, kacskaringót, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt, a régi szelet és a régi színeket. A régi szíveink. Régi szíveinket lemeszelték a kápolna falán, de belerajzolva, téglába vésve, most már ott marad 15 év dobogó szíve. Folyvást rohanunk, soha meg nem állunk. Még arra sincs időnk néha nap, hogy a tenyerünkbe rejtsük arcunk, összeszedjük magunkat egy-egy percre, és szembenézzünk a kérdéssel, mi végre tesszük. Napjaink vágtató tempója, felfokozott életritmusa feszült nyugtalansággal tölt el bennünket, de nem a fizikai fáradtság az igazi baj, hanem a lelki rendezetlenség. Már-már a belső megsemmisülés érzése. És ennek hiába ismerjük a diagnózisát, a gyógymódot nem tudjuk receptre feliratni. Az orvoslással mi szolgálhatunk egymásnak? Az ember patikája. Várlak, hogy elmondhassam, légy nyugodt, vagyok és leszek neked. Meleget kell egymásra fújnunk, szeretett kötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ, kihújnak a tüzek, kell a tűz, kell a fény, kellünk egymáshoz, hajtson egymáshoz a vihar, kergessen egymáshoz a csend, ne engedjük kihűlni magunk, mert egyedül olyan iszonyatos.